Szép estét kívánok a Gyöngyösi Városi Televízió nézőinek. Önök a Fórum című közéleti magazin műsorunkat látják élőben, melynek első vendége Kárpáti István alpolgármester úr, akit köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Múlt héten volt képviselőtestületi ülés. Sok minden történt az elmúlt időszakban, de azért a részvételi költségvetés volt az a paripa, amelyről ön lovagolt. Tehát gyakorlatilag július 11-éig volt arról szó, hogy meghosszabbítják, illetve lezárják ezt a részvételi költségvetést. Most megszületett a döntés, hogy lezárul. Milyen volt a sikere, mi volt egyáltalán az indulópontja, mi volt a kiindulási alapja annak, hogy ilyen legyen Gyöngyösön, hogy a városlakói is dönthetnek a pénz sorsáról? Hát még ne beszéljünk múlt időben egyelőre, mert ugye a három főszakasz közül a második zárult le a szavazási szakasz, ugye most következik gyakorlatilag majd a megvalósítás szakasza. Hát az, hogy legyen részvételi költségvetés Gyöngyösön, az egyébként nem idén pattant ki a fejünkből, hanem már 2019-ben, a választási kampány során. A Momentumnak is ez benne volt a programjában, illetve a polgármester úrnak is szerepelt a programjában, és aztán pedig 2020 végén, amikor elkezdtük tervezni ugye a 2021-es költségvetést, ugye először a költségvetési koncepciót, aztán pedig ugye magát a rendeletet, akkor úgy gondoltuk, hogy azért erősen bizonytalan gazdasági helyzet és a nagyon úgymond kreatív kormányzati politika ellenére is szeretnénk elkezdeni Gyöngyösön is a részvételi költségvetést, ami a világban sem nagyon régi egyébként, általában maximum egy-két évtizedre megy vissza, Magyarországon pedig 2016 óta van egy-két önkormányzatban, összesen szerintem 6-7 önkormányzatban van Magyarországon. És gyakorlatilag a minta az valóban amellett, hogy jó pár magyar várost megnéztünk, néhány külföldi várost is megnéztünk, és hát igazodtunk ahhoz, hogy azért járványügyi helyzet volt, amikor elindultunk mindenképpen, részben most is, tehát egy olyan megoldást találtunk ki, vagy terveztünk, ami tényleg nagy mértékben támaszkodik az online megoldásokra. Milyen témakörökre lehetett szavazni, vagy választani, mik voltak azok, amelyeket a lakosok ajánlottak? Hát először gondolkodtunk témakörökön is. Budapesten például, mármint az összbudapesti részvételi költségvetésnél tényleg három nagy témakört szabtak meg, de vannak önkormányzatok, ahol nem szabnak meg témaköröket, és mi azt gondoltuk, hogy most első évben mi sem szabunk meg témaköröket, hanem tényleg a lakosokra bízzuk azt, hogy mit gondolnak. Néhány keretparamétert határoztunk meg mindössze, tehát hogy körülbelül mennyibe kerülhet egy-egy projekt. Ugye összesen 6 millió forintot szántunk idén az egész részvételi költségvetésre, egy-egy projektre maximum 2 millió forintot. Szintén fontos szempont volt, hogy nyilván jogi szempontból is megfelelő legyen, tehát olyan legyen a javaslat, ami önkormányzati hatáskör. Szintén fontos szempont volt, hogy ne legyen a későbbi években komoly fenntartási költsége annak a beruházásnak, ami esetleg megvalósult. Tehát ilyen általános jellegű keretparaméterek voltak, és érkeztek javaslatok, nyilván egyébként elég sok ilyen város üzemeltetési jellegű témák kapcsán, mint padok, járdák, utcák, ilyesmi, de elég sok olyan javaslat érkezett, ami inkább már ilyen kulturális vagy közösségépítő jellegű, és egyébként tulajdonképpen a befutók is ilyenek lettek, ami mondom érdekes azért, hogy a többség az inkább ilyen fizikai infrastruktúrális javaslat volt, és úgy tűnik, hogy a lakók mégis ezt a másik szegmest díjazták jobban. És akkor hogyan tovább? Hát ugye a három javaslat, ami az első helyen végzett, ugye egy távolugró pálya, ami majd valahol létesül, nyilván egyeztetni kell a beküldővel. Egy másik pályázat, egy belváros egyes részét érintő akadálymentesítéssel kapcsolatos pályázat volt, a mozgáskorlátozottak kapcsán, illetve a harmadik pedig egy olyan projekt, ami a graffitit meg a természetvédelmet valahogy így egyesíti, a street art néven. Hát gyakorlatilag most felveszünk majd a kapcsolatot a pályázókkal,
hogy egyeztessünk arról, hogy tulajdonképpen most menjünk be a részletekbe, hogy tulajdonképpen pontosan hol és hogyan gondolták, és nyilván majd az ő általuk elmondottakat egyeztetjük a hivatal, meg az illetékes egyéb szerveknek a szakembereivel, és hát a terv az, hogy mindenképpen ebben az évben ezeket a javaslatokat megvalósítjuk. Ugye ön volt ennek a tevékenységnek az összefogója, ahogy az elején is említettem. Ilyennek értékelte az elején, hogy ilyen lesz az érdeklődés, vagy jobbat várt, vagy milyen volt a fogadtatás, milyen visszajelzéseket kapott azon túlmenően, hogy persze jöttek ajánlatok a lakosság részéről? Hát nagyon új a dolog, úgyhogy az első tapasztalataim azok voltak, hogy alapvetően, amikor ezt mondom valakinek részleteli költségvetés, akkor nem igazán tudja hova tenni. Úgyhogy ezt mindenképpen éreztem, hogy magát a fogalmat is magyarázni kell. Ez akkor is igen szembetűnő voltam az első javaslattételi szakaszban, amikor ugye nem 38 javaslat érkezett, amire később aztán szavazni lehetett, hanem 110 javaslat, de sok közülük tényleg olyan javaslat volt, ami nem alapvetően erre a projektre való javaslat volt, tehát nem mindenki értette igazából. De azért sokan igen. A második részben, a szavazási szakaszban pedig ilyen exponenciális ütemet éreztem, hogy az elején még kicsit gyérebb volt a lelkesedés, és aztán főleg az utolsó héten, mondjuk hát körülbelül olyan, mint a NAV adóbevallás kapcsán szokott lenni, hogy akkor volt lelkesebb a vonal, igaz? Akkor húznak bele. Tulajdonképpen ezért is akartuk még folytatni, ez volt a terv, hogy van egy hosszabbítás, amit már terveztünk, ugye, múlt héten. És így tegnap előtt lezárult hivatalosan. Hát tulajdonképpen úgy történt, hogy vasárnap éjfőkor zárult hivatalosan, és hétfőn jelentettem be egyébként a Pont a Gyöngyös TV-nek, hogy hosszabbítunk, de aztán éreztem azt, hogy hétfő délután este már, hogy itt a kommunikációjának, a hosszabbításnak nem igazán volt jó, tehát hasznosabb lett volna egy-két nappal a határidő előtt ezt bejelenteni, mert tényleg azt lehetett érezni egy-két pályázó, nyilván azok a pályázókon, akiknek a pályázata az élen volt, hogy úgy érezték, hogy most nyertek, és aztán fél napra rá pedig, mint hogy elvette volna tőlük valaki, meg tényleg mindenféle feltételezésekre adhatókat az ilyesmi, és azt gondoltam, hogy pont ennél a projektnél, ahol a transzparencia annyira fontos szempont, ezért is volt az, hogy például a szavazás állása is automatikusan látszódott a honlapon, szóval ennél ezt nem kéne megengedni, úgyhogy ma egyébként egyeztettem házon belül polgármester úrral is, és az volt az egyetértés, hogy akkor inkább zárjuk le a szavazás részt, és tulajdonképpen szerencse dologban, hogy az a három javaslat, ami vasárnap vezetett, az most is torony magasan vezet, szóval tehát nem bontotta meg a... Így van, tehát érdeksérelmet nem szenvedett senkén, úgy gondolom, és most akkor mehetünk tovább a megvalósítás irányába. Legyen úgy. És akkor maradjunk még a pénzügyek területén, hiszen a költségvetésnek a rendeletmódosításáról is szó volt a múlt hétfői testületi ülésen. A Covid időszak nem volt egyszerű. Alpolgármesterként nyilván ön is látta ezeket a számviteli dolgokat, meg hát azokat, amit az önkormányzatot is sújtották, most pedig módosították is a költségvetést. Egyrészt annak kapcsán, hogy változtak a számok, másrészt annak kapcsán, hogy van a kompenzáció, amelyet a város költhet a pályázatok megvalósítására. Egy picit értékelje a COVID-helyzet költségeit, költségvetését, helyzetét. Hát igen, szerintem ez a ciklus úgy fog bevonulni tényleg a önkormányzati történelemben, mint a COVID ciklus. Legalábbis az első része. Ugye 2019 novemberétől vagyok alpolgármester, gyakorlatilag akkor tájt kezdett el készülődni a 2020-as költségvetési koncepció, majd aztán ugye a rendelet, és én emlékszem, hogy 2020 februárjában, ugye az tényleg még a vihar előtti csend volt körülbelül, akkor tényleg úgy terveztük, hogy egy normális költségvetés lesz, 2,6 milliárd körüli iparűzési adóbevétellel, 3,23 milliárd forint össze saját adóbevétellel, és egyébként szerintem ez is egy konzervatív becslés volt, mert tényleg úgy gondolta a testület, hogy mi van, hogyha kicsit lassul a gazdaság, és akkor a hiába prosperál valamennyire, mégsem nőnek majd annyira ezek a konjunkturális jellegű adóbevételek, és aztán hirtelen egyik pillanatról a másikra jött
a Covid, és amikor néhány hónapra rá a pénzügyi igazgatóság készített egy felmérést arról a gyöngyösi nagy adózóknál, hogy mire lehet számítani, akkor az a jelzés jött vissza, hogy összesítve, hogy kb. 400 millió forintos iparüzési adóbevétel kiesésre lehet számítani, és ha hozzáveszünk még ugye a többi kisebb adót, plusz ugye a gépjármű adót, ugye, amit a kormányzat elvett, akkor kinézett tényleg egy 500 millión jóval felüli bevétel kiesés. És aztán jöttek a 2020 nyári költségvetés, meg szeptemberi költségvetés módosítások, ami ezt tükrözte, tehát tényleg a deréksziat szorosabbra húztuk, de aztán 2020 végén meg azt láthattuk, hogy köszönhetően gyöngyös iparszerkezetének, hogy kicsit a rezisztensebb ágazatok voltevődnek össze a főbb befizetők, hogy igazából az iparüzési adó bevétel az ahhoz képest, amit eredetileg terveztünk 2020 februárjában, az nem lett sokkal kevesebb. Tehát egy 50 millió forinttal volt kevesebb. Nyilván a gépjárműadó 100 millió elment, meg a idegenforgalmi adó egy jelentős része, a parkolás, stb. Viszont aztán jött ugye 2020 december, amikor össze elkezdték rebesgetni, hogy a iparőzési adó lehet, hogy nem kéne fizetni a cégeknek, amit én nem nagyon hittem el, de aztán jött a nagy bejelentés, hogy a KKV-k iparőzési adójának a felírnek az elengedéséről, ami körülbelül egy 400 millió forintos kiesést jelenthet akár nekünk. Úgyhogy nagyon hektikus. Tehát azt lehet látni, nyilván a költségvetés tervezése mindig hektikus, de egy ilyen időszakban, amikor ugye egy olyan gazdasági válság, hát most már remélem múlt időben mondom, hogy volt, amit tulajdonképpen az állam idéz elő, avval, hogy ő maga korlátozza le ugye bizonyos szektoroknak, szegmenseknek a kínálatát. Szerintem nem volt, úgyhogy elég nehéz volt becsülni szerintem a konjunktúra alakulását. Másrészt, ahogy előbb említettem, a kormányzat is igen kreatív volt. Tehát én emlékszem, hogy egyik hosszú hétvégén elmentünk hétvégére, és úgy jöttünk vissza, hogy mínusz 100 millió gyöngyösnek vagy a gépjárműadó kapcsán. Aztán később kiderült, hogy ez nem csak arra az évre érvényes, hanem például erre az évre is. Úgyhogy miért nehéz tervezni. Ez a mostani költségvetés rendelt módosítás, ez megint egy tervezett módosítás. Ugye az önkormányzatoknak körülbelül a kötelezettsége az, hogy évente többször módosítsák a költségvetést, és a gyakorlatilag ugye 2021. február óta voltak különböző rendkívüli kisebb-nagyobb kiadások, kötelezettségvállalások, mondjuk óvoda felújítása kapcsolatban, vagy az állatkert nek adtunk pénzt, ugye, hiszen nagyon nehéz helyzetbe került a lezárások alatt, illetve hát voltak bevételek is, plusz bevételek, hogy említette, valamennyi kompenzációt kapott Gyöngyös, jobb lett volna egyébként, hogyha se elvonás sincs, se kompenzáció sincs, egyébként jobban jártunk volna. Valamennyit kaptunk, most az, hogy ez 300 valahány millió, vagy 160 millió, vagy a kettő között. Igen, mert itt a közlönnyel voltak. Igen, azt még nem tudom. Képviselő úr említette, tehát akkor ez még nem tisztázódott, hogy akkor hogyan alakul? Hát szerintem a kettő a között lesz valahol, vagy lehet, hogy meg lesz az a 310 millió forint, csak még egyelőre nem tisztázott teljesen, hogy pontosan egyébként hogy jött a vélet össze. Milyennek látta, vagy érezte a képviselőtestületi ülést, hiszen azért már a csapat szét volt csúszva, mondhatni, hogy tényleg több mint egy évig, vagy több hónapig hát igen, nem találkoztak. Most pedig ugye egy újabb napirendekkel megtűzdelt rendes éles testületi ülés volt. Milyennek ítélte meg az együttműködést, milyen volt a testületi ülés hangulata? Lelkesek voltak nagyon, tehát látszott, hogy... Tehát visszatért az élet? Igen, tehát az olyan napirendi pontok, amelyekre azt gondolnák külső szemlélő, hogy az mondjuk 5 perc, tehát az is viszonylag sokáig tartott. Uh-huh. De mivel viszonylag kevés fajsúlyos napirendi pont volt, azért tulajdonképpen mégis rövidebb volt a testületülés, mint ami szokott. Mi is bőven estig tartott. Hát igen. Csak rövidebb volt. Igen, de mondjuk 8 órakor nem szavaztak a képviselők arról, hogy tarthassuk mondjuk 10 óráig. Viszont mégis most lesz egy rendkívüli ülés is. Szóval ilyen hiába, mindig adódik. Igen, de szóval hiába volt rövid, idézőjelben rövid, mert azért az országos viszonylag hosszú így is ez a ülés, ami volt, de hogy megfejeljük egy rendkívüliben. Hol lépjünk tovább a munkálatokra? Már azt is várták az emberek, hogy valami kis társadalmi hangulat legyen, illetve össze
lehessen jönni a téren, beszélgetni, elfogyasztani egy finom bort, találkozni a barátokkal, tehát egy ilyen fesztivál hangulat kvázi. Aztán itt volt a foci, ami megint a rajongótábort összehozta a művelődési ház elé. Vannak azért nyárra tervezett programok, rendezvények, amelyek Gyöngyös városának a nevéhez köthetőek, és meg is valósulnak. Igen, hát olyan sok programot terveztünk az elmúlt időben. Korábban emlékszem 2020 őszére is, ugye vártuk a születi fesztivált például, ami ugye elmaradt, hiszen akkor kezdődött a második hullám, és polgármester úr ugye ezeket a nagy rendezvényeket ugye törölte. De tényleg érzékeljük azt, hogy nagyon sokan ki vannak éhezve a elsősorban kültéri programokkal, és tényleg a foci ebből jól mutatja, hogy az óriási kánok ellenére is, nem csak a magyar meccseken egyébként, hanem az egyéb más meccseken is milyen sokan szurkoltak. Már a hangulatáért is megértek menni. Igen, igen. Úgyhogy meg hát voltak ugye különböző szatellit programok, amiket szervezett a műfáz, itt volt ugye Détári Lajos és mások. És hát ez fog folytatódni, ugye lesz egy-két nagyobb önkormányzati rendezvény, most lesz ugye a július végén a bornapok, ami gyakorlatilag tényleg hát nagyon régóta az első igazi nagy önkormányzati rendezésű fesztivál, három napos, és tényleg jelentős. Ez 2019-ben volt utoljára. Hát igen, emlékszem, hogy Edda koncertre. Hát 2 évvel ezelőtt. Igen, igen. Úgyhogy a főtéren valósul meg a program? Igen, és tényleg, hogyha nézem a Republikot, meg más együtteseket, akkor szintén tehát színvonalas programok várhatóak, és nem csak az esti koncertekre érvényes ez, hanem gyakorlatilag 3 napig lesznek különböző programok a főtéren. Augusztusban sor kerül ugye a Gyöngy Néptánc Fesztiválra. Reményeink szerint, hát ugye itt most magyar néptánc csoportok várhatóak, több tájegységről jól lesz, így lesz, ugye? Igen, tehát igen. Most nem lesz külföldi Nem, hát az kockázatos is lenne, meg lehet, hogy nehéz lenne logisztikailag is megszerezni az útvonalat. Egy kicsit másmilyen tradicionális, ugyanakkor tájegységekre bontott magyar néptánc csoportok fognak találkozni. Igen, és olyan magyarok közül is olyan, akik tényleg viszonylag közel laknak, tehát megérkeznek, előadnak, és a hangulatát megpróbálják felidézni, illetve előhozni a Igen. Fesztiválnak. Én úgy gondolom, hogy ez is kell, és ezért is támogatja az önkormányzat ezt a programot is. És aztán pedig, ha majd megyünk bele az őszbe, és ha minden jól megy, tegyük fel, akkor nyilván sor kerül majd az őszi borfesztiválra is. Ugye most júliusi, az gyakorlatilag a május, elmaradt az májusi. Igen. Jó lenne, és akkor ezen kívül pedig egy csomó más, nyilván nem csak önkormányzati programok vannak, ilyen volt ugye a múzeumok éjszakája, ilyen most a gastroárt, úgyhogy, vagy a muzsikál az erdő például, ami tényleg rengeteg helyszínen zajlik, nem mindent mi szervezünk, de akkor is örülünk neki, hogyha a város kulturális élete felpesdül. Én nyilván beszélgetőn is emberekkel, és nyilván figyelünk egymásra továbbiakban is, tehát azért ez a vírus helyzet fennállhat, fenn is áll. Viselkedésben, közösségben mennyire jellemző esetleg ennek a betartása, odafigyelése, azért valami tólik határt, mindenkibe kellene, hogy legyen még egy ilyen érzés. Persze annak örülünk, hogy már kicsit lélegezhetünk, de azért még óvatosságra intik a lakosságot, tehát odafigyelésre volt erről valami állásfoglalás a testületi ülésen, vagy úgy egymás között? Hát egymás között igen, nyilvánvalóan mi nem vagyunk hatóság például, amely a lakosságot... Nem is erre gondoltam, csak hogy mégis figyeljünk egymásra a továbbiakban is nyilván. Igen, én azt érzékelem egyébként, hogy ez nem feltétlenül csak egy gyöngyösi lakosság, hanem általában a magyar lakosság körében elég szélsőséges módon állnak hozzá a kérdéshez, tehát vagy nagyon megijedünk, vagy nagyon fellélegzünk. Úgyhogy hát mindenki egyéni belátása szerintem, hogy hogyan áll hozzá a járványhelyzethez. Az lehet látni a hírekben, hogy Portugália, Spanyolország, Benelux államok, Nagy-Britannia, ott azért gyakorlatilag már elkezdődött egy felfutása megint a járványnak, úgyhogy lehetséges, hogy Magyarországon is bekövetkezik, és szerintem mindenki úgy álljon ez a kérdéshez, ahogy gondolja. Én magam a hiperekben, diszkontokban én most még viselek maszkot, most nyilván aki nem visel, az ő maga dolga, nem szólok bele. Én úgy vagyok vele, hogy... Hát igen, elvileg nem kell. Hát nem kell, de... De oda lehet figyelni, igen, ha valaki hát pontos. Nem árt semmiképpen. Viszont azért lehet látni, az elmúlt egy-másfél évben nem nagyon volt influenza járvány, nátha sem nagyon, tehát gyakorlatilag a maszk meg a többi korlátozó intézkedésnek a
járulékos hatása gyakorlatilag az, hogy ezek a hagyományos fertőző betegségek aránya lecsökkent. Bízom benne egyébként, hogy túlságosan óvatos vagyok, és tulajdonképpen teljesen felesleges, amit... Hát jobb félni, mint megijedni. Pontosan. Alpolgármester úr, itt a társadalmi ünnepségekről már beszéltünk arról, hogy milyenek a kulturális rendezvények, a sportrendezvények, és hogy milyen jó, hogy van. De azért volt komoly ünnepség is, ez pedig a Semmelweis ünnepség, ugye ez a július elején van, amikor elismerik az egészségügyben dolgozók munkáját. Ez most a művelődési ház falai között volt. Milyen volt, hogy sikerült, örültek az emberek, milyen visszajelzések érkeztek ennek kapcsán, kitüntetésekről általában? Hát két Semmelweis ünnepség is volt, és mind a kettőn ott voltam. Ugye meghívtak a kórházba, Weiss Péter igazgató úr meghívott, úgyhogy képviseltem a várost, és tényleg úgy gondolom, hogy most mindenkinek kötelesség elismerni az egészségügyben dolgozók munkáját. Egyébként ez mindig így van vele. De az elmúlt időszak. Igen, az mindenképpen nagyon fontos volt, és aztán pár napra rá a város, az önkormányzatnak is volt egy Semmelweis napi ünnepség a művelődési házban, ahol tényleg mi is díjaztunk néhány egészségügyben dolgozó embert. Én azt gondolom, hogy ez mindig nagyon fontos, és tényleg én azt is gondolom, hogy méltatlan helyzetben van sokszor a magyar egészségügy, és ez tényleg nem most csak 2021 vagy 20-ra gondolok, hanem tényleg az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy ez a következő egy-két évtized szerintem egy fontos, megoldandó kérdése lesz a magyar egészségügynek a fejlesztése, meg úgy általában véve ebben kapcsolatosan az egészségnek a fejlesztése, ami nem csak egy orvosi tényező, hanem nyilván az adott embereknek maguknak is kell tennie. Ezért azt gondolom, hogy ez a Covid járvány tényleg megmutatta, hogy mennyire fontos az, hogy melyik ország népessége milyen egészségügyi állapotban van. Össze lehet vetni a közép-európai országoknak a megbetegedési, meg halálozási statisztikáját, meg mondjuk a nyugat-európaiakat, úgyhogy mindenképpen őket kell, utóbbiakat kéne követni. Egyébként itt szeretném mondani a kedves nézőknek is, hogy a második részben vendégünk lesz majd Weiss Péter, a Bukát Pál Kórház főigazgatója, és a Semmelweis nap kapcsán fogjuk őt majd kérdezgetni, beszélgetni vele a kitüntetésről többek között. Alpolgármester úr, nem csak helyi közgyűlés volt, hanem Heves megyei közgyűlés is volt. Nyilván szóba került a elkövetkezendő időszaknak a fejlesztési koncepciója, terve, amely ez a 2027-ig tartó ciklus. Nem sok időnk van, 3 percünk van, de nyilván van valamilyen véleménye erről a történetről. Érdekes, hogy abból is 2 volt. Tehát ugyanúgy Gyöngyösön, Heves-megyei közgyűlésen is volt egy rendes, meg egy rendkívüli közgyűlés is egymás után. Ugye a megyei közgyűléseknek valóban alapvetően a fő feladata az a területfejlesztéshez kapcsolódik, és gyakorlatilag most az új, a 21-27-es területfejlesztési program és koncepció az, amely elfogadásra került. Ennek van egy előzménye, hiszen még az év elején adták ki az első munkaverziót, ami felkerült a Heves-megyei önkormányzat honlapjára, társadalmasították, tehát mindenféle véleményeket vártak, és jött is különböző önkormányzatoktól, magánszemélyektől, amiket egyébként jelentős részben beépítettek ebbe a tervbe, meg a koncepcióba. Ezek egyébként alapvetően Heves-megye többek között például gazdasági állapotát mérik föl, meg egyébként nem csak gazdasági, hanem mindenféle egyéb, és megfogalmaznak célokat a következő időszakra, mint például mondjuk Heves-megyén belül a észak-déli irányú közlekedési folyosóknak az erősítése, vagy mondjuk az idegenforgalom, és egyébként ehhez kapcsolódóan például az agrárium, meg a klímavédelemnek a kapcsolata, és még egy csomó más egyéb tényező van felsorolva, megy fel ugye a központi kormányzathoz, és hát valamennyire nyilván ezek egy része fog megvalósulni. Ugye a másik ugye a területrendezési terv, ami szintén megvan, az pedig ugye nyilván azért is fontos, mert ez például különböző EU-s pályázatoknál lehet fontos, hogy adott terület éppen milyen besorolású, barnamezés vagy más besorolású terület. Úgyhogy ilyen témákról volt szó most Egerben, most június végén és július elején.
A polgármester úr, nagyon szépen köszönöm önnek, hogy ezen a meleg forró nyári napon eljött, és időt szent arra, hogy beszélgessünk. Hát remélem pihenni is fog a nyáron. Hát tervezem, igen. Úgyhogy jó pihenést kívánunk, és aztán utána pedig hajrá a munkában. És jó köszönöm szépen önnek is, néznek viszontlátásra. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket. Az első részben Kárpáti István alpolgármester urat hallották a gyöngyösi történésekről, a testületi ülésről, rendezvényekről és a programokról. Maradjanak velünk, rövid reklám után folytatjuk.